Szeretettel köszöntöm Farkas József urat, szervusz Jóska, kezét csókolom Katalin. Hát, ha önt az ember így megszemléli, akkor azt mondja, hogy az egészségnek a szobrát meg lehet önről mintázni, ragyogó formában van, és a tetejében a munkája is olyan, hogy az egészség kultúrában dolgozik, mint gyógytornász. Hogy történik az, hogy egy olyan valaki, aki élete csúcsán van, hisz 20 és 25 között szoktak a hölgyek azt mondjuk, hogy a topra érni, akkor viszik el őket feleségnek, akkor a legszerelmesebbek, tehát csupa jó dolog történik velük. Hogy történik, hogy egy olyan, nem is betegséget mondjuk, mert ez nem betegség, egy olyan állapot alakult ki önnél, amit nem lehet megmagyarázni. Legalábbis így első nekifutásban, aztán megbeszéljük, hogy Farkas kollega mégis hol találta a gyökereket. Megosztaná a nézőkkel azt, hogy mi történt magával? Igen, természetesen. Ha kérhetem, akkor félhangosan, jó? Jó. Egy rutin nőgyógyászati vizsgálat során terült fény a cisztámra. Nehogy birtokos esetbe tegye. Fény derült a cisztára, ami átmenetileg megzavarta a lelkemet és a testemet. Igen. Tehát egy cisztát találtak nálam, és az orvosom rögtön műtétet ajánlott, amitől én nagyon megijedtem. Milyen műtétet ajánlott? El akarták távolítani a cisztát. Petefészekkel együtt vagy anélkül? Hát ez attól függött volna, hogy bent milyen helyzetet találnak. Úgy indultunk volna, hogy a petefészek marad, aztán ahogy sikerül, mondták ők. Igen. Én... Jó indulattal csináljuk, de hát lám, ha kinyitottuk. Hát igen, tehát a kockázat az ugye megvan. Így van. Mi történt aztán? Aztán megijedtem, és próbáltam megoldást keresni, mert nem akartam műtétet. És az egyik barátnőm ajánlotta a Józsefet, ő már volt nála, és neki segített, és így bizalommal fordultam hozzá. Elvitte a leleteket, kopogtatott az ajtaján. Elvittem a leletet, de már nem volt szükség. Elmondtam, hogy milyen problémával kerestem őt. Igen. Ő csinált egy állapotfelmérést nálam, elmondta a javaslatait, életmódbeli tanácsokat adott, energiakezeléseket csináltunk, meditációt, és sokat beszélgettünk. Voltam nála olyan 4 alkalommal, azt hiszem, és a negyedik végén azt mondta, hogy most már nem kell többet jönnöm, mert szerintem nincs meg a ciszta. Én néztem egy nagyot, örültem neki. Mint a Katia moziba? Igen, pontosan. És mondtam, hogy jó, természetesen. Azt beszéltük meg, hogy telefonon fölhívom őt a kontroll után, mert volt egy kontroll ultrahangom azóta, ahol az orvos tágra nyílt szemekkel nézte a felvételt, mert nem látott az ég egy világon semmit. Tehát ugyanoda vissza tetszett menni. Ugyanoda visszamentem. Ugyanaz. Mit szólt a kezelő orvos? Hát... Aki műtétet ajánlott. Nézett nagyokat. Én... Mit tetszett mondani neki? Nem mondtam neki semmit. Mosolyogtam, aztán utána kifele menet jegyeztem meg, hogy tulajdonképpen mi is történt. És mit szólt rá a tisztelt nőgyógyász kollega? Szóval sem jutott. Nem szóval kérdezte, hogy mondja már kisasszonyát, adja meg már ennek a úrnak a telefonszámát, hát hagyd tanuljak már tőle valamit. Hát ezt nem. Nem mondtam. Biztos, hogy csak a szikét kell köszörülni, nem? Nem, ez fel sem merült benne. Pedig tudja, hogy az orvosok jelentős százaléka elemi ösztönnel fordul a természetes élet és gyógymódok felé, hisz Farkas kollega is járt azon a tanfolyamon, ahol bizony orvosok is voltak. Tehát most is tanítványaim között kb. 20-30%-a orvos, szakorvos, és idős 50-60 éves, 60 éves kort elmúlt öreg belgyógyászok is jönnek, és bizony tanulják a természetgyógyászatot. Végtelen szeretettel és tisztelettel fogadom őket. Tehát nem kérdezte meg a nőgyógyász, hogy mi nem, volt? Nem. Ennyit mondtam. Természetgyógyásznál voltam is. És ezzel elvont intéző, nem kérdezett semmit. Értem. Na most, nyilván Farkas úrral, amikor beszélgettek,
akkor lelki dolgokról is szó esett. Igen. Nem kérdezte meg, hogy mi az, amit nem tud megemészteni, ami megfekszi a gyomrát, amire azt mondja, hogy ez már nem az enyém, ettől szeretnék szabadulni, de a tudattalanomban ott van. Volt ilyen mély lélektani föltáró beszélgetés? Volt ilyesmi, igen. Ő vezetett rá a problémákra. Ezt most hagyjuk, mert ez mindenkinek a saját legbelső énjének a problémája. Lényeg az, hogy a lelkéről ezek szerint a teher legördült. Igen, és ezáltal megoldódtak a testi problémáim is. Olyan szépen elmondta, hogy ez így, ahogy van az egyetemi tankönyvben, a patológia tankönyvben le lehet írni. Az az érdekes, amikor én a lélekgyógyászati tanulmányaimat kezdtem az egyetemen, és mondták, hogy hát a betegségeknek úgy jó fele, kétharmad része lelki eredetű, egyetemen így tanítottak, mosolyogtam, ó, mondom át ezt, elmondom, ez egy szakmai elfogultság. Most, közel 70 évesen, 30 ezer vizittel a hátam mögött, felelősséggel azt mondom, hogy kivétel nélkül minden betegség abból adódik, hogy a lélek nincs a helyén. Aztán, hogy a vegetatív idegrendszeren keresztül ez hogy szomatizálódik, és milyen genetikai és pszichoszociális háttér mellett alakul valamivé, az már a sokadik lépcső. De a legelső, a lélek nincs a helyén. És ebből most már engem nem lehet kibillenteni, de gondolom magát igen, sem. Igen, most már engem sem abszolút meggyőzött. Megnyugodott? Meg. Sikerült az életmódján változtatni? Sikerült, igen. Tehát akkor most már túl van ezeken a görcseken. Túl vagyok rajta, és sokkal jobban érzem magam. Hogy megy a munka azóta? Jobban. Jobban? Jobban. Jobban. Nem vagyok fáradt, vidám vagyok, és jó. Hát akkor a magához forduló betegek is akkor ebből sokat profitálnak. Hát remélem. Jó, igyekszem nekik átadni. Nem gondolta arra, hogy természetgyógyászatot tanuljon? Megfordult a fejemben. Igen? Igen, nem tartom kizártnak. Gondolkozzon rajta. Hát kedves nézőink, ez valami olyan szép történet volt, hogy ezek után nekem nincs más dolgom, mint Farkas József kollégát nagy szeretettel köszönteni. Jurka, te mindig elkápráztatod a nézőket. A mostani esetnek, most ezt már ne elemezzük, most már lépjünk túl rajta. Hát nem csak ebben az esetben, hanem minden esetben én fontosnak tartom, hogy megtaláljuk azt a hátteret, ami az egész betegséget vagy tünetegyüttest kiváltotta. Érdekes módon, ha több tünettel jön valaki el hozzám, akkor ha megtaláljuk ezt a kiváltó okot, akkor nem egy tünet szokott megszűnni, hanem folyamatában egy teljes tünet együttes. Mint ahogy ebben az esetben is, mint nem mondtad el, de vannak egyéb tünetek, amik rögtön azonnal változtak. Tehát csuklófájdalma, ízületi panaszai megszűntek, bőr panaszai már jelentősen csökkentek. Tehát bőrre hol voltak a panaszok, Attika? A kezemen. Kézfejen? A kézfejen, igen, igen. Nagyon atópiás dermitis volt? Tehát ilyen száraz bőrűség? Nagyon száraz volt. Igen, igen, igen. De betartva azokat az életmódbeli változtatásokat, amiket a József javasolt, ezek egy héten belül rendeződtek. Azt ugye tudja, hogy a kézfej az mivel analóg terület? Nem mondta Farkas úr? Említette. Említette, ugye, hogy a hasi immunrendszernek a zavara. Igen, igen.